vagyis kutyám. Hát mondhatom, már szinte nevetséges, olyan sokszor eszembe jut a Demeter személye. Nem tudom eldönteni, hogy milyen ember. Egyszer azt gondolom, hogy lobbanékony és hírvágyó, és máskor azt, hogy józan eszű. Igaz, nem is találkoztam vele, csak egyszer. Ott ültem a vonaton egy félre hat személyes fülkében, amiben négyen voltunk. Az ablak mellett ültem, de háttal a menetiránynak. Velem szemben, vagyis az élvezetesebb helyen, ott egy kövérasszonyság uralkodott, az ölében egy fonott kosárkával, amelyen óriási lakat volt. Mellette egy szélvízhajú tömzsi fiatalember nyomta a padot, velem egy címben pedig, de egészen a túlsó sarokban, egy kicsi fekete nőkukorú, aki éppen úgy lehetett 17 éves, mint 33. Ment a nyar. Délután volt az idő, de még közelebb a délhez, mint az estéhez. Az ablakon keresztül borongósnak látszott az ég, de a felhők rétegesek voltak, és olyan kékes hamu színűek, amilyenekből nem eső szokott esni, és nem is hó. Húztak is tovább felé a felhők, de lehet, hogy csak a vonal ment, mert szelet még a fák gyenge ágai sem jelezte. Valahogy mégis látszott, hogy már akaratoskodik a tavasz. A kaszálók sápadtan zöldültek, irigyelvén valósággal a zsenge búzavetéseket, amelyek már kövér zöld színben iparkodtak. Szemünk javarészt az ablakon volt. Négy nyúl! Kiáltott fel az asszonyság. Valóban, ott szedegetett egy nyúl a búzaföldön. Először kicsit megriadt, de egy félugrással eleget tett ennek a szokásának, és ezután ismét szaporán kezdte szedegetni a zsenge búzát. Nem tudom, sejtette el, hogy ő volt, aki hamarosan össze is ismertetett minket abban a fülkében, mert az asszonyság folytatta, amit megkezdett, és nagy ítélkezéssel kínzolt. Gyáva állat a nyúl. Erre a tömzsi fiatalember leeresztette egy kicsit az újságot, és egészséges nagy derűvel azt mondta az asszonynak. Ha maga is nyúl volna, maga is gyáva volna. Még a kuporból kicsi nyúl is elnevette magát, ami engem annyira felvidelmított, hogy hirtelen azt találtam mondani. Miért lenne bátor, ha olyan jól tud futni? Megzavarodva nézett rám a kövér asszony, hogy vajon miképpen értse azt, amit mondtam. A tekintete alatt már meg is érett a magyarázatom, és ő meglepő fordulattal mégis azt kérdezte. Az úrnak miért foglalkozása? Hát megmondtam neki, amit kérdezett, de a kinyilvánított foglalkozásomra már nem szólhatott semmit, mert a szélvészhajú fiatalember abban a pillanatban felállt, felé nyújtotta a kezét és azt mondta. Demeter vagyok, vagyis kutyán. Most én jártam úgy, mint az előbb a kövérasszonyság, és főleg amiatt, hogy vagyis kutyán. Vagyis nem tudtam, hogy Demeter-e, vagy kutyán. Ha időm engedi, valamit kitaláltam volna mégis, azonban a fiatalember nem hagyott időt nekem, hanem mindjárt így folytatta. Költő vagyok én is, azaz voltam, majdnem egy évig. Ránéztem és vártam. Nem olvasta a verseimet? Kérdezte csodálkozva. Mi a neve? Kutyán Demeter. Nem olvastam. De Demeter domokos név alatt írtam. Úgysem olvastam, szóltam szeliden. Márpedig írtam, folytatta Demeter, mégpedig két ciklust. Főleg. Az egyik ciklus az évszakok költői jelenségeiről szólt, a másik pedig egy képzelt alakról, vagyis egy pupilla nevű lányról, aki nálam a múzsát játszotta. Ez okozta a bajt, ez a lány. Hát mi történt? Kérdeztem. Látta Demeter, hogy már nem csak én, hanem mindenki figyelemmel várakozik. Jól esett neki ez a várakozás, mert egészen letette az újságot, és olyan helyzetet vett, amelyen már mindjártnak szól. Az úgy volt, állt elé a szóba ismét, hogy én vidéken nőttem fel, ahol asztalos mesterséget tanultam. Most is azt folytatom a fővárosban, mert van egy ládakészítő műhelyem. Igen, szép és jó foglalkozás az enyém, mert munka közben lehet gondolkozni, vagyis képzelődni. Hát aztán én képzelődtem. Olyankor valósággal megelevenedett a képzeletemben a világ. Embereket láttam, akik mindig vágyakoztak valamire, és legfőképpen boldog és boldogtalan szerelmeseket láttam. Gyakorta hallottam ringató vagy édes dallamokat. Rímek száldostak a fejemben, mint a hópelyhek, és néha versorok kezdtek csörgedezni. Vagyis szó mi szó, ezelőtt 3 évvel feljöttem a fővárosba, mert hallottam, hogy valósággal kerestetnek a költők. Akkor megírtam azt a bizonyos ciklust, de már az alatt, amíg azokat az első verseket írtam, folytonosan megjelent nekem egy lány. Én cselkedett velem, a szemembe mosolygott, és megsimogatta a homlokomat. De legfőképpen biztatott, hogy írjak. Hát ő volt a múzsa, és én elneveztem pupillának.
Itt egy kicsit elhallgatott, szinte látszott, hogy jobban tomog a szíve, de figyelt, hogy mit is, mi is, ahogy kell. Szép lány volt ez a pupilla, mert a szívem és a lelkem teremtette. A szőke haja vállán lobogott, és bizonyisten éreztem, hogy illatos. A szeme kék volt és mélységes, a bőre patyolat, az alakja pedig inkább magas és idomos. Így aztán nem csoda, azt hiszem, hogy szerelmes lettem a lányba. Egy utcát is választottam neki, mégpedig káprázatos utcát, és abban az utcában egy házat. Feltettem magamban, hogy pupilla ott lakik, abban a házban. És ám bár tudtam, hogy ez nem való, mert csupán egy képzelt alakról van szó, én mégis annyira költő voltam, hogy egy virágcsokorral minden nap elmentem abba az utcába, és egy órát ott sétáltam a ház előtt. Így ment ez már 3 héten keresztül, egyik napon úgy, mint a másikon. És mit ad az Isten, a 4. héten, egy pénteki napon? Hát a legnagyobb álmulatomra a lány csak ugyan kilépett az egyik kapun, s jön felém. De nem csak hasonló volt, hanem ő volt. Azonban nem állt meg mellettem, mint ahogy vártam volna, hanem tovább akart menni. Hát ez nem lehet, gondoltam magamban, és abban a pillanatban odaszóltam neki, és azt mondtam, pupilla! Erre a lány felén fordult, egy pillantással lesújtott, és így szólt nekem. Maga szemtelen. Abban a percben, ahogy ezt kimondta Demeter, egy gyümölcskereskedő benyitott a fülkébe, és odaszólt a fiatalembernek. Kutyán úr, a ládák dolgában szeretnék beszélni magával. Erre Demeter felállt, és kiment a fülkéből. Többé nem is jött vissza.